November 29-én ülésezett Tiszavasvári Város képviselőtestülete, dolgoztak is rendesen, hiszen 34 napi rendi pont volt, plusz az ártülés. Nagy tisztelettel köszöntöm Kóri Zsuzsanna jegyzőasszonyt. Köszöntelek titeket és a nézőket is. És köszöntöm a kedves tévénézőket is. Hát így, hogy elővezettem, hogy mennyi napi rendi pont, ezt vágjunk is bele. Mindjárt az első előterjesztés a komplex felzárkóztatási program megvalósítása kapcsán felmerülő beruházás felújítás kiadásaira kiadott iktatószámú támogatói okirat elfogadásáról. Igen, a címei mindig hosszúak. Igen, és érthetetlen sokszor. És érthetetlen, igen. Ez az egyik egyedi kormányzati támogatásunk, nagyon vártuk már. Már beszámoltunk egy másik ilyen támogatási formáról, ez egy 550 millió forintos egyedi kormányzati támogatás. Azért hangsúlyozom ezt ennyire, mert ez azt jelenti, hogy ez nem egy EU-s forrás, nem egy EU-s pályázat, hanem összeírta ugye polgármester úr a testületnek a segítségével azokat a fejlesztési javaslatokat, amik még Tiszavasváriban szükségesek lehetnek, és ez ugye meghallgatást talált, és egy komplex képzési javaslatot dolgoztunk ki. Erre fogunk pénzt kapni, ezen túlmenőleg pedig beruházásra is. Ez azt jelenti, hogy a széles úton, illetve a Bűdi részen tanoda, biztos kezdett gyerekháznak az indítása, buszvásárlás, különböző mentorprogramoknak az indítása. Szerintem erről hosszabban, most nem fogok róla hosszabban beszélni, de lenne érdemes beszélni róla, mert ugye a magiszter... Csinálunk majd egy önálló műsort, igen, mert hogy a magiszter alapítványi iskolának a képzési programját visszük tovább, és az ott dolgozó szakemberekkel együtt nagyon sokat lehet tenni azért, hogy a felzárkóztatás az eredményes legyen Tiszavasváriban. Köszönöm, menjünk tovább. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021 évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Hát ilyen gyakorta van? Ezek gyakorta vannak, igen, a költségvetési szerveinknek a különböző módosítási igényei átvezetésre kerülnek, ami itt is említést érdemel, hogy ez egy fontos lépés, amikor a pályázatokról beszélünk, és azt mondjuk, hogy nem történik semmi. Ugye itt az előbb mondtuk azt, hogy a támogatókirat elfogadásra került, és a költségvetésbe is bekerültek ezek az összegek, tehát a rendeleten is átvezetésre került, ez azért fontos, mert a támogatókiratnak a megszerzését követően kezdődhetnek a szerződéseknek a megkötései, mondjuk egy beruházásnál a tervezésnek a folyamata, és majd utána a közbeszerzés, kivitelezés. Köszönöm, menjünk tovább. Erőterjesztés a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Ez még nem volt, vagy át lett dolgozva? Ez még nem volt. Alapszolgáltatások biztosítása ugye az önkormányzatok kötelező feladata, és az is megvan határozva, hogy mit kell biztosítani. Biztosítani kell a kultúra számára a helyszínt, közösségek számára bemutatkozási lehetőséget, fórumoknak a tartása, és 5000 fő település felett pedig ezt a rendeletet most már ki kell dolgozni. Ugye ez a kulturális, a kultúrának a biztosításának a formája, a módja, milyen költségvetésből dolgozik például az EKIK, mert ugye tudjuk, hogy nálunk ez az az intézmény, ami ezt központilag szervezi ezeket a kulturális programokat, és ugye bekerült a rendeletbe, és szerintem ez kihangsúlyozandó, hogy az EKIK azon túl, hogy dolgozik azon, hogy a kultúra Tiszavasváriban fejlődjön, és jelen legyen. Azon túl, mert nagyon sok pályázatot nyújtanak be, hacsos pályázatok, nagyon most például a térzene program, majd fogok róla ugye beszélni, ez is 7,5 millió forint, tehát nagyon sokat tevékenykednek, ami ugye az a láthatatlan munka, azon túl, ami a látható egyébként, hogy mennyi kulturális programunk van. Köszönöm, következő előterjesztés a gyermekjóléti rendelet felülvizsgálatáról szól. A gyermekjóléti rendelet felülvizsgálata az egy törvényességi kívánalom volt, ugye a kormányrendelet időközönként ezeknek a rendeleteknek a jogszabály követését vizsgálja. Itt a jogalkotási törvénnyel való összhangot például, tehát kisebb módosítások voltak, a lakosságot nem igazán érinti. Hát például ugye magasabb szintű jogszabály nem ismételhető meg rendeletben, ugye rugalmas hivatkozás, merev hivatkozás, ezek nagyon unalmasak a lakosok számára, ez egy jogtechnikai módosítás volt. És ezt követte az önkormányzat szociális rendeletének a felülvizsgálata? Igen, ez már egy érdekesebb téma. Egyrészt ugyanígy törvényességi felülvizsgálat kezdeményezésére, de itt mi is átszámoltuk a települési, különböző települési támogatásokra nyújtott központi normatívába biztosított lehetőségeinket. Például azt észrevettük, hogy a
mondjuk ezt nem nehéz észrevenni, hogy közjót támogatásból is évről évre egyre többen kerülnek ki, mert ugye a nyugdíjaknak a emelkedése, aztán különböző ellátási formáknál ugye a garantált bérminimum, stb. Tehát azért van egy infláció is. És itt például a jövedelemhatárt emeltük 10%-kal. Ez mondjuk a lakosoknak már fontosabb lehet, tehát megvizsgáltuk azt, hogy kik és milyen jövedelemsávval kerültek ki az elmúlt években ebből a támogatási formából. A 10% az 2850 forintot jelent, így nagyon sokan visszakerülhetnek, tehát ez majd az újságban is benne lesz, hogy kérjék ezt a támogatási formát azok, akik azért lettek elutasítva, mert magas a jövedelmük most már, relatíve magas, tehát hogy azt a jövedelemhatárt meghaladja, ami a rendeletben volt. És ugye azt is megvizsgáltuk, hogy ez az önkormányzatnak mennyit jelent, mert ez éves szinten egy 6 millió forintot jelent az önkormányzatnak, de nagyon sokan visszakerülhetnek ebbe a támogatási formába. Tehát pluszban 6 millió forint kiadás. Hát igen, ez kiadás, mert ugye be fognak kerülni azok, akik eddig kiestek, de most ilyen elven ez meg ebbe az évben mínuszban 6 millió forint volt, nem tudtuk azoknak odaadni, és most ezt fölülvizsgáltuk. És remélem, hogy egyre több embere fognak kerülni. Jövő évben is tervezünk ilyet, mert ugye azért itt ezeknél a támogatási formáknál ez a jövedelemsáv egyre inkább laposodik a ellátottak tekintetében. És milyen bosszantó volt azoknak, akiknek pár száz forinttal lépte túl ez a jövedelemhatárt, és emiatt kiestek ebből a lehetőségből. Igen, mert az öregségi nyugdíjminimum nem változik, ugye az se, és akkor most muszájak vagyunk így emelni. Köszönöm, menjünk tovább. Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatáról. Itt emelésről van szó egyértelműen, vagy pedig? Hát emelésről csak lehetne szó, mert ugye most ebben a helyzetben azért vannak olyan gazdasági intézkedései a kormánynak, ugye nem lehet emelni díjtételeket. Ezért bár kötelező kimutatni, és biztosan lenne minimális emelkedési javaslat a TIVASZOG részéről, ami egyébként az előterjesztésben szerepel is, de most ezt nem tudjuk és nem is fogjuk bevezetni. Köszönöm. Én úgy gondolom, a következő két napi rendi pontot össze lehet vonni, hiszen előterjesztés a Tiszavasvári egyes számú gyermek házi orvosi körzet betöltésére vonatkozó felhívásról, valamint előterjesztés a Tiszavasvári egyes számú gyermek házi orvosi körzet ellátása érdekében feladatellátási szerződés kötése. Igen, tehát itt Nyágúj doktornak ugye a körzetéről van szó. Ott július 1-ével, ez egy fontos dátum, ugye megszűnt az a lehetősége az orvosnak, hogy a praxis jogát értékesítse. Itt fontos kihangsúlyozni, hogy itt ez az orvosnak a joga. Az önkormányzatnak van az orvosokkal egy feladatellátási szerződése, de ezen túlmenőleg ebben az esetben ugye nekünk semmilyen eszközünk nincsen arra, hogy ezzel a praxis joggal rendelkezzünk. Ez fél évet követően, aztán ez most a praxis közösséghez visszakerült, ez a praxis jog, és a praxis közösségtől szerezheti meg az az orvos, aki erre pályázik, és gyakorlatilag a felhívást azért tesszük most közé, hogy egyáltalán kelendőbb legyen ez a történet, vagy eljusson azokhoz az orvosokhoz, akiknek ilyen szándéka egyáltalán van. Most azt látjuk, hogy kórházi orvosoknál is egyre inkább van ilyen szándék, hogy ezeket a körzeteket elnyerjék, de még nem igazán, tehát még tapogatóznak ezen a területen, felém is sok ilyen kérdés szokott érkezni. És a felhívás, amit közzétettünk, az nem pályázat, mert nincs ilyen jogunk, megint elmondom, csak próbáljuk népszerűsíteni az orvosok körébe, hogy jöjjön ide orvos. Ezért mi a Gyermekorvosok Egyesületének a honlapján, az Országos Kórházi Főigazgatóság honlapján, az Orvosi Kamara honlapján, a Kelet-Magyarországban mindenhol megjelentetjük, hogy népszerűsítsük, hogy figyeljenek fel az orvosok, mert ennél többet mi most nem tehetünk. És gyakorlatilag ez a felhívás, hogyha valaki elolvassa, akkor összeszedtük, hogy annak az orvosnak, aki esetleg ide jönne, hol, kinél kell érdeklődnie, milyen nyomtatványokat kell kitölteni, milyen engedélyeket kell megszerezni. Ennél többet ilyen pillanatban az önkormányzat, hogy keresi az orvosokat, nyit feléjük, nem igazán tud tenni. Hozzánk a tévéhez nagyon sokszor érkeznek be kérdések, akár megkérdeztük a polgármester, akár másként. Most azt hiszem elég jól elmagyaráztad, de a kedves tévénézőknek elmondhatom, hogy erről egy önálló műsort fogunk csinálni, hiszen
Tehát a kérdés az, hogy a város miért nem hoz ide fiatal orvosokat, meg miért nincs több orvos, meg ilyesmi. Tehát az, hogy megértsék az emberek azt, hogy nincs joga az önkormányzatnak ehhez, hiszen magántulajdon a praxis jog. Az így orvos van, rendelkezik vele, aki most ott rendel, és ha akarja, eladja, ha nem akarja, akkor nem adja egy fél évig. És a város ebbe nem igen hiszem, hogy bármiféleképpen beleszólhat. Nekünk van egy kötelezettségünk, hogy orvos kell, és ezért ez egy borzasztó nagy probléma, mert viszont a lehetőségeink korlátozottak. Amit tudunk csinálni, és amit csinálunk is, és a másik előterjesztésben látszik, hogy helyettes orvosokat keresünk. Ez azért nem ugyanaz a történet, hogy helyettesítéssel megpróbáljuk megoldani, az ugye ideig óráig biztosítja az orvosi ellátást. Az viszont nagyon jó, hogy kiváló orvosaink vannak, akik helyettesítenek, ugye Sveda doktornő is, például most Jóna Gizella Angelikát sikerült ugye elérnünk, de ugye Kodak doktor is helyettesít. Felsoroltam egyébként az összes orvost, aki segít ebbe, Kádár doktor is segít ezeknek a problémáknak a kezelésében, és tényleg nem akarok kiadni senkit. De a helyettesítés az csak ideig, óráig megfelelő, és a többi esetben pedig nem igazán tudunk lépni. Na most csak, hogy értsük a kedves tévénézők, a helyettesítés megoldása az önkormányzat dolga, vagy pedig azért az orvosi, aki éppen nem tudja ellátni a feladatát? Ez attól függ, hogy mi van azzal a körzettel, hogy ott már, amiről beszéltünk, hogy még a praxis jog az övé-e, vagy nem az övé. Tehát, hogyha van egy szerződésünk, egy feladatellátási szerződésünk az orvossal, és övé a praxis jog, ott természetesen a helyettesítés, benne is van a szerződésben, neki kell gondoskodnia. De abban az esetben, amikor már a praxis jog visszakerült a praxis kezelőhöz, mint Nyágúj doktor esetében, és bárki jelentkezhetne rá, de már nincs ott az az orvos, tehát ő már jogilag nincs abban a körzetben, abban az esetben ott nekünk kell a helyettesítő orvossal leszerződnünk. Ez nem tudom mennyire értető. Tehát, hogyha ott van az orvos, akkor neki kell a helyettesítésről gondoskodni. De ha kiüresedik az a körzet, nekünk kell valakivel leszerződni, csak nem tudunk úgy leszerződni határozatlan időre, mint ahogy a eddigi orvosainkkal, csak helyettesítésbe jönnek be, hiszen az eddigi gyerekorvosoknak is van önálló körzetük. Tehát ezek azok az orvosok, akik helyettesítenek, akiknek önálló körzetük van. De ide olyan orvost keresünk, aki önmaga viszi a körzetet, és jogot szerez arra a körzetre. De ezért kell majd ez a tévés beszélgetés, ezt bővebben ki tudjuk fejteni. Hát azt hiszem érthető volt, de nem baj, még egyszer. Hónapokra szerzünk most helyettes orvosokat. Egyik hónapról a másikra élünk. De akkor lehetne sok mindenről beszélni, mert ugye a ügyelet problematikáról is tudjuk, hogy doktor úrnak nehéz orvosokat szerezni, de ugye járó betegben is változott az élet, az egész egészségügyben változott az élet, ugye orvos hiány van. Köszönöm, lépjünk jó sokra, erre majd még bővebben visszatérünk. A következő 3 napi rendi pont azonos téma, ezért javaslom, vonjuk össze. A Tivaszolg Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződésének módosítása, ugyanez a Tivaszolg Kft. Használati jogának alapításáról szóló szerződés módosítása, valamint előterjesztés a tiszavasvári település szolgáltatás és vagyonkezelő nonprofit korlátolt felelősségi társaság alapító okiratának módosítása. Hosszadalmasan tárgyaltuk, de egyszerű az oka, ugye a közszolgáltatási szerződést határozott időre kötöttük a Tivaszolg Kft-vel, aki nem tudná, hogy ott van a városüzemeltetés, ott van a közfoglalkoztatás, zöldföldkezelés, játszótereknek a kezelése, utakhidak karbantartása, temetőüzemeltetés, tehát számtalan feladatunkat ők látják el, közszolgáltatási szerződéssel, ami decemberben lejár, ezt kellett meghosszabbítani, ismét határozott időre került meghosszabbításra. És ugye a beruházásunk kapcsán, amiről már beszéltünk, hogy a piacon ugye egyes területeket munkaterületként kell elfoglalnia a vállalkozónak kivitelezés érdekében, ezáltal ugye új telephelyet kellett biztosítanunk, és ezeket egy szerződésben egységesítettük, használati szerződésben, hogy milyen ingatlanokat hogyan használhatnak, és még az alapítókirat módosítás volt, mert akkor ez egy következő folyamat. Ha egy telephelyet biztosítunk egy cégnek, akkor az alapítókiratán is át kell vezetni, és ez is megtörtént. Köszönöm. Ezt követően Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatára került sor.
Nagyon sok ellenőrzésünk van, Magyar Államkincstár NAV ellenőrzés, folyamatosan nézik a szabályzatainkat, együttműködési megállapodásokat, és hogyha valami olyat tapasztalnak, ami módosítani kell, akkor azt jelzik. Itt az együttműködési megállapodások kapcsán azt jelezték, ez is egy kicsit bonyolultabb, hogy a kötelezettségvállalásnak a rendjét, összeférhetetlenségi szabályokat az SMS szerint tüntessünk fel ebben az együttműködési megállapodásban. Ez is egy nagyon száraz dolog, de gyakorlatilag ezeket egyébként jogszabályok határozzák meg, AVR, AHT, a Nemzetiségi Önkormányzatnak a tagjaira is, elnökére is, de most akkor már nem csak az SMS-ben szerepelnek ezek a szabályok, hanem az együttműködési megállapodásban is a előírásoknak megfelelően. Köszönöm, ezt követően módosításra került a hulladékszállítási szerződés. Ez egy olyan közbeszerzéssel érintett szerződés, amiben ugye egyéb más feltételek mellett a közterületi hulladékok, konténerek hulladékszállítás és konténer elhelyezés is szabályozásra került. Meg volt határozva, hogy hol vannak azok a konténerek helyileg. És mivel, hogy ugye pont a Fecskeköz kapcsán, tehát hogy el kellett hoznunk a Vágóhíd útról ezeket a ott lévő konténereket, mert ott ugye kivitelezés folyik, és odaadtuk a Fecskeközt a Tivaszolgnak, ugye a konténereket áttelepítettük. De ugye mindig módosítgatni kell emiatt a szerződést, és kerestük azt a formát, ami a közbeszerzésnek is megfelelő, és kikerültek ezáltal ezek a helyszínek a szerződésből. Innentől kezdve szabadabban tudjuk módosítani, természetesen a vállalkozónak az előzetes hozzájárulásával ezeket a helyszíneket, ha esetleg van valami kivitelezés, és akkor ott azt változtatni kell. Köszönöm. Következő előterjesztés, a belterületi út és járdafejlesztés, egészségügyi központ, sportpályák építése című pályázat támogatói okirat módosításának elfogadásáról szól. Ez egy régi kormányzati támogatásunknak a támogató okirata. Hát nem annyira régi, de azért annyi sok pályázatunk van, hogy ez már a múlt, mert gyakorlatilag az orvosi rendelőnek ez a 20 milliós felújítása volt. Két pálya, sportpályaként a Széles úton és a Büdi részen, és a 260 millió forintos útfelújításunknak a támogató okiratáról van szó. És ugye, amit nem látnak, ugye ez az a láthatatlan munkapályázatoknak a kapcsán, ugye folyamatosan az igényekhez igazítjuk ezeket a fejlesztéseket, műszaki tartalmakat módosítunk, kívánalmaknak megfelelően ugye ezt hozza a tervezési folyamat és egyéb engedélyezési folyamatok, és ezeket mindig a támogatókiraton módosítgatni kell. Ezért kerül most, mert számtalan pályázatunk van, mindig a testület elő, hogy támogatókirat módosítás, mert mindent módosítgatunk benne, mérföldköveket, engedélyeket, ahogy megszerezzük, mindig haladunk előre, és ezt a bürokratikusabb részét is el kell végezni. Csomó olyan munka, amit a lakosság nem lát, csak azt látja, hogy miért nem épül már. Igen. Ezeket tényleg meg kell csinálni. Ezt követte az előterjesztés, mert iparterület kialakítása Tiszavasváriban című pályázat támogatási szerződésének egyes módosításának utólagos elfogadásáról. Igen. Hát itt is ugye az iparterület, az kétszer eredménytelen lett a közbeszerzése, azért mindig elmondjuk, mentett pályázatok, egészen egyszerűen műszaki tartalmat kell módosítani a lehetőségekhez képest, az esetek többségében most már elszabadultak az árak, költségnövekményt is kérnünk kell, tehát beleférjünk abba az összegbe, tehát mondjuk egy 16-os mentett pályázatnak a költségvetéséből kijönni már lehetetlen. Úgy lehetőségeket találni, úgy faragni a lehetőségeket, hogy ez műszaki tartalomban pályázati felhívásnak megfeleljen, és meglegyen hozzá a pénz. Na, ez a nehéz munka. Az iparterületnél kétszer eredménytelen lett a közbeszerzés, most egy költségnövekmény igényel biztos, hogy kell benne élni, és ennek megfelelően a mérföldköveket is. A mérföldkövek azt jelentik, hogy hova szeretnénk majd eljutni, és mikorra. Megvan mindig határozva, hogy a terveknek meddig kell elkészülnie a kivitelezés, mikor kezdődik, mikor fejeződik be, mikor van a végelszámolás. Itt úgy módosul ez az iparterületnél, hogy jövő év szeptember 30 most a kivitelezés befejezése, most azért mondom, mert ez megint közbeszerzés függő, ezt megint ki kell írnunk, és december a kifizetési igénynek a benyújtása. Ezek szakszavak, megint tudom, de azt próbálom megértetni, hogy milyen folyamatokon megyünk keresztül, amikor csak egy olyan egyszerű döntés születik a testület előtt, hogy mondjuk egy közbeszerzés eredménytelen, de hát attól nekünk majd ezt eredményesen kell kivitelezni.
Néhány pályázatban mi is benne vagyunk, és ezek a mérföldkövek arra jók, hogy legyen mit módosítani. Igen. Egyébként az égvilágos semmi értem, úgy gondolom, mert így is, úgy is az a folyamat menne magától úgy, ahogy sikerül. Igen, de azt tudom mondani, hogy hál' Istennek azoknál a pályázatoknál, amit már az ember abban a jelenben ír. Egyébként most még azt sem mondhatom, mert most az anyagköltségek tényleg annyira változnak hónapról hónapra, hogy ott is van folyamatosan költségváltozás, de azért, amit már saját magunknak tudunk tervezni a jelenben, tehát azért mondom, nem mentett pályázat, nem tudom én mikorról, azért azokkal már a mérföldköveknek a tartása az egyszerűbb, és például mondjuk egy szálloda. Most nem került ide, de hát ott is már a rengeteg fázison vagyunk túl, az előre betervezett időpontokban. Egyszer mi? Szálloda. Akkor jól hallottam. Tehát akkor erősítsük meg, hogy elkezdődik a szálloda Tiszavasváriban. Teljesen csak. Nem a napirendhez tartozik, igen, de itt azért már túl vagyunk egy megvalósíthatósági tanulmánynak az elkészítésén, a terveknek az elkészítésén, és ezeket mind a felügyelősséggel, tehát mindegyiket a turisztikai ügynökséggel egyeztetjük, engedélyeket kapunk rá. Most már ott tartunk, hogy majd ugye a feltételes közbeszerzés kezdődhet. Csak a szkeptikusok miatt kérdeztem, hogy hallják ők én is, hogy igen, azért mondom, nem csak hogy láthatatlan. Egy mézes madzag. Jó, menjünk tovább. Előterjesztés, infrastruktúrális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban című támogatásból megvalósuló belvíz és csapadékvíz elvezetés tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Igen, ez pedig a másik egyedi kormányzati támogatásunk, amiről beszéltem, hogy itt is ugye azt érzékelve a településsel, hogy nagyon sok utat kell fejleszteni, hogy a csapadékelvezető rendszert feltétlenül szükséges fejleszteni, de ebben van egyébként a gyepmesteri tele, az orvosi rendelőnek a felújítása ebbe a programba egyidejűleg, csak most ugye rész megvalósítások folynak. Tehát ezeket, amikor összeírtuk, és kidolgoztunk rá egy pályázatot, a kormányzat felé megkaptuk az összeget, ez már itt van, és ebből látható, hogy a folyamat elindul, kiírtuk a közbeszerzést, december 10-én van a határideje, úgy emlékszem, tehát várjuk a ajánlatokat, és utána kezdődhet a kivitelezés, és számtalan utcának, a belvízelvezető rendszerének, csapadékelvezető rendszerének a felújítása történik meg belőle. Ezt is nagyon sokat kapunk, ugye itt áll a víz, ott áll a víz, és majd ez követi az, hogyha ez rendben van, akkor ez követi a utak felújítása, amit már szintén nagyon várnak, hát nem adtuk ki a listát, de számtalan út van benne. Ami majd megvalósításra kerül. Hát én nagyon remélem, hogy következő év elején szintén abba is belefoghatunk, és akkor a következő évben az teljes mértékben megvalósulhat. Következő napi rendi pont így felolvasva nem sok mindent mond a kedves tévénézőknek, de elmagyarázva nyilván érthetőbb lesz, mégpedig előterjesztés a vízi közműrendszer 2022-2036 évi módosított gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról. Na hát ez az, amit egyébként mi is ugye a nyilván külső szakértővel szoktunk készítetni. Ez egy 15 éves fejlesztési terv, tehát a vízi közműrendszerünknek a pótlási és felújítási igényét, lehetőségeit tartalmazza. Ezt ugye elkészítettük határidőre, mert minden évben felül kell vizsgálni, hogy szeptember 30-ig nyújtjuk be a hatóság felé, és akkor élhetnek ilyen kiegészítő kérdésekkel, és itt is éltek a tárgyi eszköz vonatkozásában, és akkor ezek átvezetésre kerültek a táblázatokon, ezek a módosítások. Ezekre én sem tudok szakszerű választ adni. Jó, köszönöm. Ismét egy sokat kérdezett téma, a városi sportcsarnok Viszmajor pályázatához kapcsolódó támogatói okirat utólagos elfogadásáról egy előterjesztés. Hát ez az előterjesztés, amit azt sem tudok, hogy hol kezdjem meg, hol végezzem, mert annyit dolgozunk benne, tehát a belügyminisztérium felé egy Viszmajor támogatási igényt benyújtottunk, 220 millió forintos támogatási igény, a tetőszerkezet teljes felújítására, a sportpadlónak a cseréjére, hát meg egyes bevilágítók kapcsán, hogy bevilágítóknak a teljes cseréjére, azok is betörtek. Elvégeztünk a Viszmajor keretében egy védekezési munkát, közel 9 millió forintért, hogy ne ázzon be a csarnok. De addig már olyan mértékű volt a károsodás, ezt ugye műszaki szakértő mutatta ki például a padlózatban, mert a padlózat egy szalagos szerkezetű felépítmény, ami azt jelenti, hogy beázott, és szépen alatta ez a beázás terjed tovább. És figyeljük is, és tudjuk is, hogy hétről hétre vannak ilyen ismételt felpuposodások. Hát az a sportolásra alkalmatlan. Rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. És ugye a tetőszerkezetnél meg az történt, hogy ilyen azon túl, hogy letépte a bádoglemezt a vihar,
hogy ilyen pontszerű sérülések vannak a cserepeken, amit ugye kicserél az ember, de addig már beázott. Van benne egy vastag szigetelő anyag. Ezek a szigetelő anyagok megszívják magukat. Tehát a későbbi károkozás, vagy meg egyáltalán a kár felmérés is akkor történt, ezt majd megbontják. Persze szakértők véleményezték ezt a kérdést, ezért adtuk be a 220 milliós igényünket, most kaptunk 38 millió forintot. Folyamatban van a biztosítás, a biztosító felé, ugyanennek a dolognak a rendezése. Ezt majd össze kell fésülnünk, és polgármester úr, ugye az a szándék, hogy valamilyen más csatornán is ezt rendezni kell, mert ezek az összegek nem lesznek elegek arra, hogy biztonsággal engedjünk be gyerekeket, sportolókat a csarnokba. Nem beszélve arról, hogy addig használhatatlan, tehát más településekre kell járni sportolóinak. Köszönöm. Ezt követte az az előterjesztés, mert a munkahelyi központ értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot megerősítette. Ez egy régi folyamat. A munkahelyi központnak a fejlesztését már jó régóta egyébként ugye a kormányhivatal végzi, hiszen neki a foglalkoztatási osztály van benne, régi nevű munkahelyi központ. Mióta a világ gyakorlatilag, és ők gyakorlatilag a mi tulajdonunkon aktiválnak pályázati forrást, tehát hogy ők hozzák oda a fejlesztéseket, és ugye lassan-lassan ezek a fejlesztések meghaladják, már azt mondom, néha az ingatlannak az értékét is, volt ilyen fejlesztés is. És ezért merült fel már régen az, hogy állami tulajdonba visszakerüljön, vagy a kormányhivatal tudja használni. Ennek van számtalan módja, a polgármester úr kihangsúlyozta a testületülésen, hogy ez egy pozitív üzenet, mert lehetne olyan módja is, hogy egyébként ezek nem ennyi pénzé, meg nem adásvétel útján, közfeladat ellátása, ugye visszavehetőek lehetnének. De mi kaptunk egy adásvételi javaslatot, és mi ennek azért örülünk, mert egyébként sem a mi feladatunkat szolgálja, és nem mi fejlesztünk rajta. Köszönöm. Menjünk tovább. Előterjesztés az előadó művészeti szervezetek többlet támogatása program keretén belül. Egyedik támogatási kérelem benyújtásáról 2022-es évi térzene pályázatra. Ugye erről beszéltünk az előbb. Igen, meg hát egyáltalán az EKIK munkájáról. Tehát ők is mindig figyelik a pályázatot, megragadnak minden lehetőséget, látszik, hogy milyen sok mindennel szépül, épül a város az ő tevékenységük kapcsán. És nem csak szellemileg, nem csak lelkileg, hanem tárgyasult formában is. Ugye például az EKIK csinálja a csunakázótónak a projektjét hozzátartozik akkor. Most láthatjuk ezeket a fény elemeket, aminek mindenki nagyon örülhet. És akkor a térzene program. Tavaly is elnyerték, reméljük most is elnyerik, 7,5 millió forint. Élő klasszikus zene, tehát egy új színfoltja lehet a kulturális életnek. Nem úgy, mert már tavaly is volt, de nyilván földobhatja kicsit a kulturális életet, és ugye ez 30 alkalom, amit meg kell, hogy szervezzenek, ha megnyerik. És miért egy újabb lehetőség. Igen. A kultúrára éhes Tiszavasvári lakosságnak. Menjünk tovább, itt a következő napirendi pontban két darab önkormányzati tulajdonú az üdülő telepen lévő telek vagy ingatlan értékesítéséről döntött a testület. Igen, lehet, hogy a szálloda kapcsán, vagy a turisztikai törekvések kapcsán is, de itt az üdülő ingatlanok iránti kereslet az talán még erősebb. Ezt már egy ideje megfigyeltük, ezt a folyamatot, hogy kiírunk valamit pályázatra, valamilyen üdülő ingatlant, és akkor már egyből szinte keresik a következő helyre egy számot, és úgy érkeznek az igények, hogy de még ezt is, meg ezt is szeretnénk megvenni. És mi ugye mindig kiírjuk pályázatra, ugye nyerjen gyakorlatilag az, aki a legtöbb árat ajánlja, és hát ezeknél az üdülő ingatlanoknál is úgy volt, hogy ilyen plusz igény jelentkezett, és ahol ezeket is kiírjuk pályáztatni. Igen, az igény is megugrott, mint az árak, észletosan felverték a vikendházak árát. Igen, meg hát már most egyébként a településen lévő egyéb ingatlanok, tehát a lakóingatlanok árába is jelentkezik egy ilyen folyamat. Köszönöm, menjünk tovább. Itt szintén a Magyar Állam tulajdonában lévő Tiszavasvári 18-as helyrajzszámú ingatlan járda szakaszának tulajdonba vételéről van szó. Sikerült egyezkedni a közútkezelővel? Mi már régóta kezdtük ezt a folyamatot, mert ugye a lakossági bejelentések is érkeznek azzal kapcsolatban, hogy hát most ott a főútnál is miért nem szép a járda, meg miért nem fejlesztünk. Tehát vannak olyan területek, amik nem a mi tulajdonunkban vannak, és a pályázatok nagy része pedig csak akkor ad lehetőséget a beruházásra, hogyha a mi tulajdonunkba kerül. És ezt úgy próbáljuk megoldani, mert most is jönnek ki az új topos pályázatok, városközpont fejlesztés, energetikai fejlesztések, stb., amiket akkor vonhatjuk be ezeket a területeket a pályázatainkba, hogyha megpróbáljuk legalább visszahozni magunkhoz. És ugye ez a Rock FM és a régi Kabai iskola előtti
járda szakasz, meg a Rock FM-nél ugye az a plac, amit ugye már sokat mondták, hogy mi azt miért nem újítjuk fel, egész egyszerűen azért, mert nem a mi tulajdonunk, és nem tudunk rá pályázni. És azért most az új topos pályázatokban az nem titkolt szándék, hogy ezt a városközpontot azért egy kicsit előnybe hozni, megszépíteni, és úgy tudjuk bevonni, ezért kezdeményeztük ezt az egész eljárást. Van szándék a közút részéről, hogy ezeket visszaadja. Egy bizonyos technikai, meg jogtechnikai megoldással ezt meg is próbáljuk megcsinálni, azért, hogy a pályázatba rakhassuk, és azt a részt is szépen felújíthassuk, úgyhogy méltó legyen. Nem értem, mert egy gondol kevesebb nekik, most miért kell annyira ragaszkodni hozzá? Megvan a szándék részükről, tehát nem az, hogy ez egy bürokratikus folyamat. Tehát nekünk egy előszerződést kell kötnünk arra, hogy amikor hogy a pályázat befogadhassa, és majd a pályázat végén egy ingyenes tulajdonátruházás közöttünk lezajlódhasson. Tehát annyi jogszabály van erre, nemzeti vagyontörvény, állami vagyontörvény, papírok, dokumentáció, de már el kell kezdenünk ezt a folyamatot, hogy egyáltalán számolhassunk vele. Jó, köszönöm, menjünk tovább. Azt mondja, az önkormányzati lakások, nem lakásszélhelyiségek és bérbeadott egyéb ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról döntött a testület. Hát ugye itt megint csak az van, hogy a kormány ugye a Covid-járvány okozta a gazdasági válság kezelése kihozott kormányrendeleteket, és így az önkormányzati, illetve állami tulajdonú ingatlanoknak a bérleti díja sem emelhető. Ettől függetlenül az összegzéseket el kell, hogy végezzük, és kötelezően a testület elé kell vinni, azzal, hogy nem emelünk a bérleti díjakat, mert erre nincsen lehetőségünk, és ezt ugye most meg is hosszabbította a következő fél évig. Következő napi rendi pontban is ilyesmi van, tehát az önkormányzati ingatlan haszonbérbeadásáról kellett döntést hozni. Az önkormányzati ingatlanok haszonbérbeadása, ami testületén fölmerült, most nem olvastad fel a címet, de szerintem az arra gondolsz, tehát volt egy olyan, ami haszonbérlői igény volt. Hát a Tiszavasvári bevaló helyről számú önkormányzati ingatlan haszonbérbeadásáról hozott döntésmódosításáról. Igen, ez azért más, mert itt a haszonbérlők kérték azt, mivel hogy a földalapú támogatást az ingatlanra nem ők veszik igénybe, ez egy kicsit más téma, tehát nem ők veszik igénybe a földalapú támogatást. Ezáltal kérték, hogy a haszonbérleti díj nem az, hogy csökkenjen, hanem ne kerüljön beszámításra, azok a területek ne kerüljenek beszámításra a haszonbérleti díj alapjául. Ez földterület? Amiket, igen, yeah. Amit nem, ténylegesen nem használ, ténylegesen nem legelő. Tehát ilyen, mit tudom én, közben. Ez eddig ugye nyilván, hogyha földalapú támogatást valaki igénybe veti, akkor kiegészíti ezeket a költségeket, de ha nem, akkor legalább azért fizessen, amit egyébként ő használ. És azt a testület elfogadta, ezt a módosítási igényt. Jó, köszönöm. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata helyi esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata szükségességéről. Igen. Ezt a programot 2 évente kell felülvizsgálni, és 5 évente újat kell alkotni. De most a jogszabályi környezet változott. Egyébként november 30 volt a határidő, hogy elkészítsük. El is készítettük az intézkedési tervünket. Magyarra lefordítva ez a helyi esélyegyenlőségi program, ez azért szükséges, mert minden pályázatnál kérik, hogy szerepele, tehát föl kell mérni, hogy milyen céljaink vannak, hogyan akarjuk elérni, milyen forrásból, és akkor ilyen átfogó célokat kell meghatározni. Mivel hogy az a cél, hogy esélyegyenlőség, vagy az a címe, így a gyermekek, az idősek, fogyatékkal élők és nőknek az esélyegyenlőségét kell szem előtt tartani, és különböző pályázatainkat beilleszteni ezekbe a kategóriákba. És hogyha itt valami szerepel, akkor pályázhatunk rá. Tehát ez egy nagyon nagy munka, hogy egy olyan intézkedési tervet kidolgozni a jövőre, az elkövetkezendő 5 évre, hogy mi mit akarunk csinálni, és minden legyen is benne. De ezt egyébként elkészítettük, viszont a szöveges rész az még egy kicsit várat magára, mert egy új BM útmutató jelent meg az eddigi EMI rendelet helyett, és át fogjuk dolgozni, márciusra kész lesz ez a felülvizsgálat. Köszönöm. Nézzük, hát visszatérő téma, előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Igen. Hát ebben semmi különöset nem szoktam kiemelni, mert azt mondom mindig, hogy amit végrehajtottunk, arról be is számolunk a testületnek, hoznak egy döntést, mi onnantól kezdjük el annak a kivitelezését idézőjelbe, tehát szerződések megkötését, és akár beruházásoknál magát a kivitelezést, és akkor szépen beszámolunk a testületnek, hogy az ő döntésüknek a végén mi milyen feladatokat végeztünk el. Ezt tartalmazza az előterjesztés. Számtalan pontban. Jó, ezt követte az egyebek, nem tudom, volt esetleg olyan, ami említése méltó. Én most elvelnék ki semmit.
Jó, majd zárt ülés következett, ahol mi már nem vehettünk részt. Hát én itt egy csomó ilyen bérbeadás, meg ilyesmi, szerintem vonjuk össze ezt az egészet, hogy mégis nagyjából, mivel neveket úgy sem említhetek, hogy miről van itt szó. Igen, mert mindig ugyanarról beszélünk, hogy mondjuk egy szociális bérlakást hogy lehet bérbeadni, milyen jövedelemsávokat kell vizsgálni, ezeket tudom elmondani, az általános szabályokat, de ezeket ügyintézőnél meg lehet kérdezni. Ami most szerintem érdekesebb, amiről már egyébként beszéltünk is, az az ingatlanok árának a változása Tiszavasváriban is, tehát a lakóingatlanoknak az ára is változik, és ezt most csak azért mondom, mert vannak adásvételi igények is, tehát a bérlők szeretnék megvásárolni az általuk lakott ingatlant, és itt már figyelembe kell venni azt, hogy az ingatlan árak változnak, tehát most már az az igény jelentkezett, hogy ez úgy szokott kezdődni, hogy adóértékbeesést csinál a jegyzőadóhatóság, és eddig nem tértek el ettől az adóértékbeesléstől a képviselőtestület tagjai, de most erre már jelentkezett az igény, azért, mert az adóértékbeesés 2000 legkorábban, mondjuk 2020-as NAV adatok alapján, összehasonlító adatok alapján készül, tehát hogy a környező ingatlanoknak milyen a forgalmi értéke, azt hasonlítgatják össze. De ugye mivel most van egy ugrás, ezért most már elgondolkodtató az, hogy ezektől az adóértékbeesléstől felfele eltérjenek. Azaz drágábbak lesznek a lakások, lehet azoknak is, akik ilyen igényt jelentenek be, hogy azt a lakást meg szeretnék venni, amiben laknak. Köszönöm szépen, kedves nézőink, Önök a 2021. november 29-i képviselőtestületi ülés magyarázó műsorát, a jegyzőkönyvet láthatták. Köszönöm jegyzőasszonynak az értető magyarázatot, és köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak.